Filmvetítés várta az érdeklődőket a Domovári Művelődési Ház Majoros termében. Az 1960-as évek elején lazultak Magyarországon is az utazással kapcsolatos szabályok. Megnyíltak a határok, a vízumkötelezettséget feloldották, megindult a környező országok felfedezése. A fiatalok számára a legvonzóbb célpont a szabadság földje, azaz Lengyelország volt. Ezt a témát dolgozza fel az Autóstoppal a szabadság felé című dokumentumfilm. Ez egy lengyelországi történet, annak idején a 60-as, 70-es évek környékén számtalan magyar utazott Lengyelországba, mint a szabadság országába. Többek között én is egy ilyen stoppos voltam egykoron, és hát ezt próbáljuk feleleveníteni a filmen, hogy milyen is volt ez az élet és ez a világ abban az időben. Én is stoppoltam egykor, tehát az ötlet az innen jött, és hát azok, akik megszólalnak a filmbe, ők szintén stoppolni jártak ki Lengyelországba, és hát én már nagyon régóta dédelgettem, igazából egy kis filmet akartuk belőle készíteni, pénz nem lett rá, úgyhogy egy hosszú, majdnem 7 éves folyamat eredménye volt az, hogy a dokumentumfilm is elkészült, amire ugyanúgy nem volt pénz, és hát ebből jött aztán végül létre ez a Füzér, aminek az eredménye egy könyv is lett, tehát mindaz, ami kimaradt a filmből, mert ennek vannak időbeli korlátai, azt egy könyvbe közzétettük, mert nagyon sok minden maradt ki, ami érdekes, izgalmas és szép történet volt. A visszajelzés az öregektől volt, tehát az a korosztály, ami a mi korosztályunk. A lengyeleknél volt érdekes visszajelzés, mert ugye oda is kikerült a film. Ők meghökkentek saját magukon, mert ők ugyanúgy nem tudtak a saját autostoppos világukról és életükről, mint ahogy mi nem tudtunk a miénkről, amit aztán ott tanultunk meg náluk. Magyarországon nem volt engedélyezett a stopp, Lengyelországban ez egy hivatalos állami szerveződésű, tulajdonképpen utazási forma volt. És inkább az volt az érdekes, hogy a lengyelek számára azok evidenciák voltak, ami nekünk egy megdöbbentő tapasztalat, és ők ezt nem így élték meg, ahogy mi ott ezzel találkoztunk. Körülbelül 50 emberrel készült riport, ezek közül 20 egy néhány szólal meg a filmbe, Sólyom Lászlótól, Tolcsvai Bélán keresztül, Bereményi Gézán át, Márta Istvánon keresztül nagyon-nagyon sok ismertebb személy is megszólal a filmbe. Évtizedeken át generációk növekedtek fel a lengyelországi élményeken. A film riportalanyainak mindegyikének voltak autostoppos élményei a Balti-tenger partján elterülő országban. A közel egy órás dokumentumfilmben megszólal többek között a Kossuth-díjas zenész énekes Tolcsvai Béla is. Többször jártunk Lengyelországban, és a lengyelek az egy külön világ. Az egy külön világ, és akkoriban első-másodikos gimnazistaként teljesen. Az volt a szabadság, irány fölfele a tengerhez. Tenger Magyarországnak annak idején semmi nem volt, és oda följutottunk a tetejébe. Csuda, csuda volt, csuda. Nem, más nem lehet róla mondani, hogy csodálatos volt. Ott egy rendszeresített kis könyvecske volt, ki lehetett állni, de ha valakinek magyar zászló volt, abban a pillanatban az mindent jelentett. Abban a pillanatban az, aki legelől állt, az átadta a helyét. Átadta a helyét, hogy te mész először, mert te lenger vagy, te lengerszki. Ez a bizonyos kis mondóka, ami megismerhet, egyszerűen nem megszámlálhatatlan helyen és területen bármikor előjött. Mert megtudták, hogy aki magyar, az barát. A Tátrától a tengerig megelevenedik a lengyel vidék, ami történeteken és korabeli fotókon keresztül mutatja be a nézőközönségnek a korkedvelt utazási formáját, a stoppolást és azt az életstílust, ami ehhez társult. Úgy volt, hogy elmentünk Budapestről vonatra ki Katowicébe, illetve Krakóba, a Krakóból mentünk fel a tengerpartra stoppa. Az volt az igazi Lengyelország. De meg kell nézni a filmet, és utána lehet rákérdezni, mert egyszerűen nincsen olyan világ, amit nem mondtunk volna el a filmben. Nagyon sokan jártunk én.
akkoriban az a hippi világ volt, szó szerint. Rolling Stones koncert volt kint Varsóban, az lehetett meghallgatni a Stones-t. Akkor Animals koncert volt Krakkóban, most ilyen helyeken egyszerűen feltöltöttünk, és ott szabadabb volt egy picit a világ, szabadabb volt. Azt egyből észrevette az ember, hogy sok-sok az apáca, sok a pap, és keményen keresztények. A beszélgetésekből egy korszak fénye és árnyéka, két egymástól merőben eltérő nép barátságának oka is kibontakozik, amely történetet akár könyv formájában is lapozgathatják a 60-as évek stoppos világa iránt érdeklődők.